Murgács Miklós operatív vezető beszélt a cégről, múltjukról és jelenükről. A jelenlegi ügyvezetőnk, Semjén Trejszkiti szülei alapították a vállalatot egy német cég segítségével. A fő tevékenységünk az fémtömegcikkgyártás, egész pontosan mi autóiparban ténykedünk főként, már a kezdetektől rögzítő bilincseket gyártunk, szerelünk össze, amik a motortérben és a kipufogó rendszereknél kerülnek felhasználásra. 98 óta egy több állomáson keresztül jutottunk el ide, ahol most vagyunk itt az ipari parkban. Ugye itt a ketten kezdték el még annak idején a gyártást, a Kittinek a szülei a házuknak hátuljában kialakított kis garázsban, és onnan jutottunk el most ide, ugye ebbe a 2000 négyzetméteres csarnoképületbe. Mára már több mint 80 dolgozót foglalkoztatnak. 3 évvel ezelőtt egy diák kereste meg őket, gyakorlati hely lehetősége iránt érteklődött. Így lépett be a Trejsz Kft. A duális képzés világába. Akkor még nem volt egyáltalán fogalmunk arról, hogy maga a rendszer az hogyan néz ki, hanem akkor ugye elkezdtük magunkat egy kicsit mélyebben beleásni ebbe az egész rendszerbe, és 2022. februártól indultunk el a duális képzésbe, hogy ez megelőzte egy kamarai nyilvántartásba jöjjétel, meg a több ilyen bürokratikus dolog, ugye, amihez szükséges. Logisztikai technikusnak tanulva Draff Nikolett. Érdekli a szállítmányozás és a raktári rendszerezés. A cég által kínált lehetőségek ide vonzották. Bár hozzám a lakhelyemhez messze van, ugyan, viszont amik gyakorlati helyeket, duális képzéseket az iskola felajánlott, ugye, ahol lehetett jelentkezni, ez volt a legjobb számomra, ez a hely, az, amelyik megadja nekem azt a tapasztalatot, amit szeretnék majd, amivel tudok majd valamit elérni is. Itt mindenki segítőkész, nagyon kedvesek, és hogy nekem ez volt a jó választás. Fejes Andrea is szívesen bekapcsolódik a munkafolyamatokba. Fontos, hogy a Trejsz Kft.-ben partner és sok teret biztosít nekik. Különféle feladatokban részt vettünk, voltunk itt hátul a raktárban, itt is segítettünk a csomagolásban, is részt vettünk, szállítóleveleket írtunk, meg igazából a mindennapi feladatokban is részt veszünk, számítanak a munkánkra, tehát megbíznak bennünk. A duális képzés kapcsolatot teremt a munkáltatók és a tanulók között. Tapasztalatot és fejlődési alternatívákat ad. A jövő munkavállalói megismerhetik a belső működéseket, valamint valódi képet kapnak a foglalkoztatásról.